Sziasztok, Gábor vagyok, az Okosgrilltől. Elkezdünk főző videókat gyártani nektek, hogy lássátok, hogy többféle dolgot lehet csinálni grillsütővel, nem csak grillezni. Elsőre most egy babgulyás fogunk készíteni bográcsba. Ezt a bográcsokat mi gyártatjuk Mékúton. Nem kínai termék, nem 08-as lemezből van, 1-es lemezből, dupla zománcozott, lapos az alja, hogy beférjen a grillsütőbe. 6 literes, ez ilyen kis családi verzió. Van már nagyobb, ugye ez is befér, ugye szűkebb a szájú, ezt nem lehetne berakni a 8-szeresbe. Ez halfőzésre van, ezt majd egy későbbi videóba. Szóval, első körbe beízítjük a grillsütőnket, az okosgrillünket, 175 fokra föltesszük, beindítjuk, előkészítjük az alapanyagokat, és akkor jövünk vissza, és elkezdjük a főzést. Előkészítettük az alapanyagokat, kezdem. Bacon szalonnát fogunk lepirítani, azt mi nagyon szeretjük. Utána rakunk rá ugye hagymát, fokhagymát, utána kicsit paprikázzuk, paradicsomozzuk, ezután belerakjuk majd a húsit, fűszerezzük borssal, őrölt köménnyel, piros paprikával. Az őrölt köményt azóta nagyon szeretjük, mint a Szoki mondta, hogy ez nagyon jó és tényleg nagyon jó. Utána felhúzzuk vízzel, beletesszük a zöldségeket, ugye van alatt a karalábé is, fehérrépa, sárgarépa, csak ugye egymásra pucoltam okosan. És aztán berakjuk a babot, és utána a burgonyát, és még fűszerezzük ízlés szerint. Szóval kezdem is, beleöntöm a bacon szalonnát a bográcsba. Imádjuk a bacont, az ízét, a füstösségét nagyon jó. Behelyezzük a grillbe a bográcsot, és hál' Istennek van ez a nyílt láng, zárt láng funkció a pitbossnak, és ezáltal nagyon-nagyon jól le lehet pirítani a dolgokat. Sőt, ilyenkor meg is küldöm, hogy jobban kapja a lángot, és utána 175 fokra van visszavenni, és lezárom az egészet, csak ketyegtesse, úgymond kemence funkció, és ezáltal nem ég oda, és tényleg úgy ketyeg a kis levesünk, mint a nagymamáink a húslevest főzték régen, hogy éppen csak gyöngyözzön. Na, gyönyörűen pirul a szalonna. Ó, de jó. Nem rakjuk is rá a hagymát. És amikor kicsit vissza akarjuk venni, akkor simán elég, ha csak elzárjuk. Oké. Okay. Fölvettem egy kesztyűt, mert okosan van kesztyűn, csak nem mindig használom. Ugye olyan meleg, mint a csuda. És így gyönyörűen pirítjuk le a dolgokat. Ez sok is neki. Visszaszem 175-re. Ugye azért jó ez a hőmérséklet szabályozás, mert így meg tudjuk oldani, ellentétben más grillsütőkkel, hogy ne égjen oda az étel, és tudunk ugrándozni a hőfokok között. Tehát tud igazából ez a típus 260 fokot, és tud 80 fokon füstölni is. Tehát igazából egy nagyon kis komplex szerkezet. Beleraktuk a húsit, megkérgezzük egy picit, és utána pedig be fogjuk fűszerezni, felhúzzuk vízzel, és szépen kegyetetjük egy pár órán keresztül. És most pedig befűszerezzük. Sót az elején elfelejtettem mutatni, de ugye kell bele. Én nagyon szeretem a Himalája sót, nem tudom miért, imádom. Rakunk be egy kis borst. Kömény. És paprika. Édeset rakunk bele, a gyerkőcök is egyék. És a végén fogunk majd berakni csipetkét is. Amikor mondtam, hogy babgulyás lesz, akkor mondtam, hogy ugye lesz benne csipetke, mondom lesz. Hogy még az is megy bele. Ezt jól összekeverjük. És felhúzzuk vízzel. Felhúztuk vízzel, ugye úszkálnak benne a bacon szalonnák, az is így fel fog puhulni. Most el is zártam a nyílt lángot, hogy kemence hatásként funkcionálna a sütő, tehát az egészet körbe melegítés, akkor ezáltal tudjuk ketyegtetni, és amikor majd félpuha lesz a hús, akkor beletesszük a zöldségeket, a karalábét, fehérrépát, sárgarépát, és onnan folytatjuk. Beleöntöttük a zöldségeket, kicsit belekeverünk, és hagyjon gyönyörűen tovább a levesünk, és
És az egészet Arctos vadcseresznyefa pellettel készítettük, mert ugye a vadcseresznyefa pellet jó sertésre, marhára, csirkére, szóval mi ezt szoktuk a legtöbbet használni. Megpult a burgonya, belöntjük a babot, belekeverünk, úgyni, hagyjuk még egy 5 percet, leállítjuk és tálalunk. El is készültünk az étellel, ki is tálaltuk, a pitbosz okosdíjában, a babgulyás bográcsban. Jó étvágyat nektek!